Előállított egy férfit a francia rendőrség, a Nanti székesegyházban keletkezett tűz miatt. Egyelőre annyit tudni róla, hogy évekkel ezelőtt Ruandából érkezett menekültként, és most önkéntesként dolgozott az egyházmegyében. Az ő feladata volt, hogy péntek este bezárja a székesegyházat, amelyben tegnap reggel csaptak fel a lángok. Több műalkotást, így a nagy orgonát és a homlokzat festett üvegablakait is tönkretette a tűzvész. Még mindig dolgoznak a nyomszakértők a Nanti, Szent Péter és Szent Pál katedrálisnál. Alapos gonddal vizsgálják át a szombat reggeli tűzvész után maradt törmeléket, bizonyítékot keresve arra, vajon mitől lobbanhattak fel a lángok a gótikus székesegyházban. Az ügyészség szándékos gyújtogatás gyanújával nyomoz, de azt sem zárják ki, hogy az elektromos vezeték hibája okozta a tüzet. A tűzoltók három tűzfészket azonosítottak, a karzaton, illetve a két oldalsó hajóban. A 17. századból származó, többször felújított nagyorgonát teljesen felemésztették a lángok, a díszes rózsaablakok egy része porrá zúzódott, de a tetőszerkezet szerencsére nem rongálódott meg súlyosan. A tűzoltóknak néhány óra alatt sikerült megfékezniük a lángokat. A hatóságok szombat délután előállították azt az önkéntest, aki péntek este bezárta a templomot. A 39 éves ruandai férfi néhány éve menekültként érkezett Franciaországba. Az egyházmegye nyújtott neki segítséget, cserébe rendszeres templomi szolgálatot végzett. Mivel egyedül zárta be a kapukat és az épület kulcsai azóta nála voltak, a rendőrök 24 órára őrizetbe vették, kihallgatták és ellenőrzik a vallomását. Az ügyész ugyanakkor mindenkit óvott az elhamarkodott következtetésektől. A nyomozás következő szakaszában minden tanúvallomásnak utána járunk. Ellenőrizzük a technikai és a tűzvédelmi berendezések állapotát, várjuk a végleges szakértői véleményt, amely fontos és érdekes részletekkel szolgálhat, közölte a helyi államügyész. A hatóságok által kirendelt ügyvéd szerint védencét a szokványos eljárás keretében hallgatják meg. Szeretném hangsúlyozni, hogy jelen pillanatban nincs olyan eleme a nyomozásnak, ami közvetlen kapcsolatba hozná ügyfelemet a tűzvésszel, jelentette ki az ügyvéd. Nant lakóit megdöbbentette az eset, annál is inkább, mivel az elmúlt 50 évben a városban három súlyos templomtűz is volt. Olyan volt, mint egy rémálom. Tehetetlennek éreztem magam, nem hittem el, hogy megint ég egy katedrális. Nemrég a párizsi Notre-Dame állt lángokban, néhány éve az itteni Szent Donát templom égett le, mondta egy helyi nő. 2015. júniusában közvetlenül a reggeli mise után gyulladt ki a Szent Donát bazilika tetőszerkezete. A tűz a templom támfalait is megrongálta. A Szent Péter és Szent Pál katedrálisban sem ez volt az első pusztító tűzvész. 1972-ben az egész tetőszerkezet a lángok martalékává vált. A vizsgálat szerint a tüzet emberi gondatlanság okozta. A templom újjáépítése 13 évig tartott.